főtisztelendő pap és diákonus testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! 4 éven keresztül minden nap valamelyik hírhez csatoltan hallhattuk, hogy így harcolt a magyar katona a nagyháborúban. És hát minden nap egy-egy hős tettet fölemlítettek. Néha az volt az érzése a hallgatónak, hogy nem is tudjuk, hogy mikor veszítettük el a háborút, hiszen minden nap valami hőstettnek a fölemlítésével emlékeztek arra a nagyon tragikus élet eseményre, ami az első világháború volt, csak akkor még nem számozták, hiszen még addig hasonló nem volt, hogy az egész földkerekség, de később még, vagy egész Európa, később még az Egyesült Államok is becsatlakozzon. És hát a mérleg a szörnyű, sok millió halott, köztük magyar 600 ezer hősi halott ebből az időből. És hát valóban meg kell adni nekik a végtisztességet, hiszen azt hiszem, olyan magyar család talán szélesre véve a spektrumot nincs is, hogy ne harcolt volna valaki az ősök közül az első háborúban, vagy ott nevezett volna. És nyilván, hogy a halottaknak kiára tisztelet, és hát ők abban a hitben harcoltak, hogy magyar hazájukat védik, még ha Szerbiában is, vagy Oroszország területén voltak. Most zárult a 4 éves időszak, Párizsban láthattuk, hallhattuk, hogy összejöttek a világ vezetői, békévé oldotta az emlékezés a 100 évvel ezelőtti gyilkos nagy csatákat, amiről azt mondják, hogy a keresztény, európai kereszténység megroppanásának a kezdete volt, mert keresztény népek harcoltak egymás ellen, fájó módon sokszor Isten nevében. Párizsban is volt egy szent mise ebből az alkalomból, remélem nem úgy, hogy azt értették, hogy győztek a másik ember fölött, hiszen a hős az egy nemzet számára hős, de nem biztos, hogy a másik nemzet számára is el lehet mondani, mert ott már ellenségnek számít. És azt követő trianoni események pedig megmutatták, hogy micsoda gyűlölet van a nemzetek között, illetve a kis nemzetek köztük Magyarország iránt is. Kunc Aladárnak a Fekete Kolostor című regényét talán többen olvasták, ismerik. Ő az a erdélyi származású magyar író volt, aki rajongott a francia kultúráért, és 14 nyarán éppen Párizsban volt, de mint ellenséget rögtön internálták, és rosszabbnál rosszabb börtönökben szenvedte át a háború idejét, amit aztán később egy regény formában meg is örökített. Franciáknak is lefordították, és csodálkoztak, hogy ők a szabadság népe, a francia forradalom, testvériség, egyenlőség, szabadság eszméit meghirdető nép mennyire barbár, mennyire gyilkos tud lenni. Mindezt csak azért mondom, hogy a hősök azok nem kötik össze a nemzeteket, hanem inkább szétválasztják. De nem így a szentek. Azok összekötik a nemzeteket. Tegnap előtt ünnepeltük Túri Szent Mártont, ki Pannonia földjéről indult Szombathely tájékáról. Egyaránt tisztelik, szeretik a franciák, mi is, és hát
örömmel olvasom újabban, hogy még a protestánsok is nagy tisztelettel gondolnak Túri Szent Mártonra, a feleberáti szeretet hősies megvalósítójára. Ő, amikor keresztényé lett, ott is hagyta katonaságot, mert hát katonatisztként kezdte apja nyomában a pályafutást. Az ő szent élete franciáknak, magyaroknak, más népeknek egyaránt példakép és összekötő, mert a nagy közös nevező a szentek számára maga Jézus Krisztus és annak evangéliuma. Mert a szentek nem mások, mint a történelemben tovább élő Jézus megvalósítói. Maga Jézus a megtestesült szent. Elsőlegesen Isten a maga szellemiségében szent kizárólagosan, hiszen ő róla mondja a Szentírás, hogy szent az Isten. Abszolút módon Jézus Krisztus, a megtestesült Isten fia, Isten szentjévé lett. És az ő szentségéből merítenek, valósítanak meg kisebb-nagyobb fokban az őt követők valamit, ami által ők is bekerülnek a szentségbe. A szűzanya, aki bűnnékű való volt, ő áll legközelebb Jézus Krisztushoz, és ezért különleges tisztelet illeti meg. És aztán lehetne mondani, hogy van hierarchiája a szentségnek, mert Szent József is különleges tiszteletet kap, nem imádást, tiszteletet, aztán a főapostolok, és így tovább. Az Úr Jézus minden néphez küldte tanítványait, apostolait. Azok úgy mentek el, hogy igyekeztek annak a népnek a nyelvét megtanulni, mert az igehirdetés anyanyelven kell, hogy történjék. Az egyszerű nép soha nem tudott úgy egy másik nyelvet, hogy mélységben az imádságokat, a teológiai igazságokat megértette volna. Hát ebből is adódik az, hogy kezdeti szentírás fordításaink nem a Szent Pál levelekkel kezdődnek a magyar irodalomban, hanem az evangéliumból, vagy az Ószövetség egyes könnyen érthető elbeszéléseiből, mert nehéz azt lefordítani, amit Szent Pál magas teológiai műveltséggel, akár a megigazulásról, akár a kiengesztelődésről szól. Sokkal egyszerűbb az evangéliumokat egy-egy nemzeti nyelvre lefordítani. De megvolt az apostolokban is ez a törekvés, mondja is Szent Pál, hogy zsidók, zsidó voltam, görög közt görög. Igyekezett megértetni magát és ő hozzájuk úgy szólni, ezt lehet is látni magából az apostolok cselekedetéből is, hogy amikor ott jár az Éropáguson, akkor rögtön a költőiket, filozófusaikat idézi, és nem az ószövetségi prófétákat, mert ezt ismerték, azt meg nem. Tehát ennél fogva, hogyha az evangélium igehirdetése megkívánja azt, hogy egy nép, nemzet kultúrájához, nyelvéhez igazodjék, akkor kellenek nemzeti szentek is, akik abból a népből váltak szenté Krisztus követőkké. Ilyenkor mindig a 8 boldogságot olvastatja egyházunk az evangéliumból, mert ott magától, az Úr Jézustól halljuk annak az új életformának, amit az Isten országa megkövetel, a megvalósulását és annak következményét, a boldogságot.
Hát erről sokat lehetne elmékedni, mert mindegyik boldogság valamiképpen nyitánya a hegyi beszéd későbbi tanításának, mi több az evangéliumnak. Tehát akár a lélekben szegénységet veszük, akár az irgalmasságot, a békességszerzést, vagy az igazságért üldözöttséget, ezek mind visszatérnek az evangéliumból, hogy csak úgy, mint egy prelúdiumban, egy zenei műfajban fölcsillannak, meghalljuk, aztán később kiteljesedik. És arra már rég rájöttek a Szentírás magyarázók, hogy Jézus Krisztus annak a rejtett alanya, a nyolc boldogságnak. Tehát valójában önmagáról mondta, mert mindegyik boldogság illik rá, ami sokszor homlok egyenest van és áll a mi boldogság fogalmunkkal, mert mi itt legalábbis a mostani körülményeink között a boldogságon ilyesmiket értünk, hogy például az öreg jó közérzettel betegség nélkül már boldognak mondják magát, csak egészség legyen, ugye? Egy középkorú ember jó álláson van, és így tovább a fiatal, rátaláltam a megfelelő barátra, barátnőre. Ez számára a boldogság. De az, ami ott van, az olyan érvényű, ami túléli a földi létünket. Mert egy örök félelmünk az, hogy a boldogságunk, az a fajta boldogság elmúlik. Dante írja a Divina Komédiában, nincs semmi fájdalmasabb annál, mint gondolni a régi időkre, szép és jó időkre a nyomorban. Tehát akit nagy baj sújt, akkor visszagondol arra, amikor fiatal voltam, amikor ezt tettem, milyen boldog voltam, és mennyire fájdalommal tölti el az embert, hogy akkor ezt is tudtam, most meg már menni is alig tudok, vagy sokféle bajom van. Az a boldogság, amit Jézus hirdet, az átvészeli a földi élet nyomorát is. Mert ha egyszer még ilyeneket is mer állítani az Úr Jézus, hogy boldogok, akiket értem üldöznek, hát akkor mit lehet elvenni az embertől? És az apostolok cselekedetéből olvasunk is ilyen részt, amikor a főapostolokat a főtanács nem csak hogy megfedte, hanem meg is botozták őket. Utána azt írja a szerző, hogy boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltónak bizonyultak arra, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. Hát ha még ezt is boldogságnak lehet mondani, hogy valakit Jézusért üldöztek, megvertek, akkor ezek a boldog mondások, ezek túlélik a földi létet. Nem múlnak el, nem múlhatnak el. Az Isten világához fognak torkolni, és ez maradandó, és ugyanakkor személyes is, hiszen magát az embert szólítja meg Jézus. Ami elhunyt, vagy ami magyar szentjeink is ezen az úton és nyomon jártak. Sokkal több van, mint amit az Isten hazánkért kezdetünk sokszor énekelt énekünkbe, azokat fölidézzük Szent István, Szent Margit, Szent Erzsébet. Sokkal több szentje van a magyar népnek. A boldogokat összeszámolták, hiszen van leágazása a családfáknak, valami 246 boldog magyar eredetű magyarsággal kapcsolatos szentje van a mi népünknek. Két évvel ezelőtt egy bábel találkozót tartottunk, és az egyik unokatestvér vette a fáradtságot, hogy déd öregapánkig visszanyúlóan, aki 1917-ben halt meg, fölkutassa, hogy hányan származtunk le abból a családból, ami déd öregapámé volt. Hihetetlen valami 400-an. Mert apámék is 14-en voltak, azok is, nem is eljöttek vagy 200-an erre a találkozóra, nem is ismertük őket, kinek a fia, vagy kinek a lánya, vagy aztán az öregebbek még csak-csak valahogy vissza tudták vezetni, de a fiatalok nem tudták. Miért mondom ezt? Hát elképzelhető, ha így visszamegyünk a családfákkal, hogy nekünk boldog és szent őseink vannak. Hát ők nem haltak ki. Itt maradtak valahogy.
És erre nekünk nagyon, nem, a Szentírás szerint nem jó a büszkeség, de nagy örömmel kell gondolni, hogy vannak szent őseink. És ezért tudtunk megmaradni, mert ők azt az elkötelezettséget, ami Szent Istvánnal indult, azt tovább vitték és folytatták. Vannak-e szentek a mai világban, kérdezhetné az ember, hiszen olyan életünk van, hogy mindig az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok gonoszság van, nagyon sok kegyetlenség, barbárság, elég bekapcsolnunk a televízió, vagy bármi másnak a hírműsorait. De azért ne felejtsük el, hogyha több volna a gonoszság az életünkben, akkor mi nem élnénk. Azért mégis több a jóság, mert élünk. Tehát több jóság vesz körül bennünket, mint gonoszság. És akkor kellenek olyan szentek, akik talán nincsenek kanonizálva, de ott vannak Istennél. És a boldogok száma, a szentek száma ezáltal még inkább növekszik. Mauriac, francia Nobel-díjas író írja, hogy 50-es években fölkereste őt egy szovjet író. Abban az időben, ugye, ezek küldetéstudattal mentek nyugatra, ezek az írók, hát őnek is vendége volt egy ilyen ember. És mikor már úgy összeismerkedtek, akkor rá került a sor arra, hogy vallási kérdésekről is beszéljenek. A szovjet író azt mondja, ezt a kérdést mi lerendeztük. Egyébként is meg fog szűnni a vallás, meg fog szűnni az összes egyház. Most még adtunk egy kis időt nekik, de ez a fölvilágosult szocialista ember gondolkodásába nem fér bele. Azt mondja a Mauriac, vagy azt írja, hogy kérdezte tőle, hogy van még Oroszországban egy-két ilyen meggyőződéses ember, vagy van még azért, vagy teljesen kimúlt. És akkor már ugye a beszélgetésben azt mondja ez a szovjet író, hogy hát volt egy ilyen házi alkalmazottunk, és egy idő után hozzátette, hogy az szent volt. És Mauriac, van még legalább egy-két ilyen ember Szovjetunióban? Még talán. Akkor minden rendben van, mondta Mauriac. Ha vannak még néhányan szentek egy országban, akkor még nincs veszve semmi. Mert ők erjesztik a társadalmat jó irányba, és általuk ki tud teljesedni újra meg újra a szentség. Hiszen az nem olyan, hogy elkezdődik és utána a leszármazásban mindig tovább adódik, hanem azért küzdeni is kell. Tehát egyszerre ajándék és feladat is. Hát ez a mi nagy magyar valóságunkra is áll. Ha még vannak hitvalló, buzgó emberek, akkor van reményünk. Akkor van még szent ember itt. És azért, ha meggondoljuk, mindenki ismer olyat az életéből, akikre azt mondja, hogy na, ez egy igazi, rendes, hívő ember volt. Nincs kanonizálva boldogként, de úgy gondolunk rá, mint aki Krisztus tanúja volt a maga korában, és én is sokat kaptam tőle, azért is vagyok annyira hívő, amennyire vagyok. Ha pedig így áll, akkor nekünk feladatunk is van, mert ezeket a példákat látni kell. A szentek példát adnak nekünk, azt írja Szent Ágoston, nem szakadt le az a híd, amelyen ők átmentek, nem apadt ki a forrás, amiből ittak, vagyis megvan a lehetőségünk arra, hogy kövessük őket az életszentségben, a jó, megélt keresztény hídbe, hogy most mi legyünk Krisztusnak a tanúi ebben a világban, itt és most Magyarországon. A magyar szentek és boldogok, akikre gondolunk, és hát mi most nagy örömmel Szent Asztrikra is, hiszen mi is tisztelhetjük szentként, legyenek példaképeink, és mivel hiszünk abban, hogy aki az Istennél van, az közben jár értünk. Mert itt is másokért éltek.
A szenték azok az emberek, akik másokért élnek. Ha itt azért éltek, hogy másokat segítsenek, minden bizonnyal Isten világában is tovább viszik ezt a tevékenységüket. Magyarságnak nagyon nagy szüksége van lelki megújulásra, erről sokszor volt már a mostani elmúlt évtizedekben, legyen ez a mai esti ünnep is, hogy imádkozzunk hazánkért, és kérjük Isten szentjeit, köztük a magyar szenteket is, hogy járjanak értünk közbe. Ez a mai nap egyébként csodálatosan egybeesik a magyar nyelvnek a napjával. Talán többen tudják, hogy 1844-ben ezen a napon, november 13-án tették hivatalossá is a magyar nyelvet. Mert a magyarságnak egyik nagy kritériuma, hogy valaki a nyelvet próbálja megtanulni, vagy beszél, és ezt a kultúrát vállalja. Tehát még ez is úgy összehoz bennünket, hogy azok, akik ebben a kultúrában éltek, Szent Istvánra visszamenőleg tartják azt, hogy mi ehhez a nemzethez tartozunk, akkor azoknak ez a mai este biztos, hogy ünnep, és hát így imádkozzunk, Isten hazánkért térdelünk elődbe. Amen.